A Váci Városháza 6 helyiségét festették ki, 3-ban a parkettát is újralakozták, illetve 2-ben laminált padlót raktak le az önkormányzat alkalmazásában álló szakemberek. A helyi Fidesz szerint a városházi irodák nagy stílű felújítása, kicsinosítása zajlik, miközben arra panaszkodik a városvezetés, hogy pénzt von el tőlük a kormány. A Városháza viszont azt mondja, tisztasági festésről és alapvető felújításokról van szó, ami több intézményben is zajlik. A szakembereknek ugyanis munkát kell biztosítani a koronavírus ideje alatt is. Februárban kezdte meg a Váci hivatal néhány iroda rendbetételét. A jegyzői osztályhoz tartozó szobák tisztasági festésével kezdték a szakemberek, aztán a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt egy ideig leálltak a munkákkal, majd pár napja ismét folytatták néhány dolgozóval a padló és a falak felújítását. A tárgyalóteremben is újra lakozták a parkettát, és a falakat is újra festették 2 helyiségben. Ahol már csak nagyobb költségen lehetett felújítani a parkettát, laminált burkolatokat raktak le, 2 esetben pedig ajtót nyitottak a helyiségek között. A munkákról ezeket a fotókat készítette a Fidelitas egyik tagja és a KDNP képviselője, amit később úgy kommentáltak a Vácon-Leánon, hogy nagy stílű felújítások zajlanak az önkormányzati irodákban, ezért a koronavírus járvány idején sokakat felháborít a városházi luxus. A munkákkal kapcsolatban még azt is hozzátették, hogy a balliberálisoknak nem voltak megfelelőek azok a körülmények, amik a korábbi városvezetésnek igen, főleg a koronavírus idején, amikor sok helyen a városvezetés igyekszik önmegtartóztató magatartást tanúsítani a közös védekezés támogatása érdekében. A felvetésre a Városháza reagált a Váci Hírlap nevű Facebook portálon keresztül. Ebben azt írták, nincs semmi takargatnivalójuk a tatarozásokkal kapcsolatban, ami egyébként több önkormányzati intézményben, például konyhákban, óvodákban is zajlik. Közlésük szerint a városházi szakembereknek a koronavírus idején is munkát kell biztosítani, a hivatal épületében viszont most nincs ügyfélfogadás, a dolgozók egy része ráadásul otthonról végzi a munkát, ezért alkalmas az időpont az egyes helyiségek rendbetételére. A Váci Hírlap ugyanakkor felteszi azt a kérdést is, hogy munkaidőn kívül és a járvány miatt elrendelt szigorított intézkedések mellett miért ment be egy képviselő és egy nem hivatali személy fotókat készíteni előzetes egyeztetés és engedély nélkül. Mint írják, a közintézménybe történt illetéktelen behatolás miatt megteszi a szükséges lépéseket az önkormányzat.